Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispás labdarúgó bajnokság első osztályának csapatai az utolsó fordulóhoz érkeztek. A 26. fordulóban a Bombombolt Turulány összecsapást választottuk közvetítésünk tárgyául. A két csapat őszi eredménye 3-3 volt, tehát döntetlent játszott a két együttes. Lássuk, mire jutottak most. Bombombolt Turulány, a 26. forduló, mondhatni sláger mérkőzése. Rendkívül sok múlik ezen a találkozón. Egészen pontosan a C plusz V bajnoki címe. Hiszen ha itt a Turulány valami folytán megverné a Bombomboltot, aki jelenleg a második a tabellán, akkor a C plusz V már bajnoknak nevezhető. Két mérkőzéssel a bajnokság vége előtt. Komáromi. Szoboszlai. Komáromi kapja vissza, Varrót próbálta volna játékba hozni. Ez nem sikerült, hiszen a kilépő turulvédő szerelte őt. Szoboszlai a labdával. Komáromi. Fésű. Parall lépett ki, szerezte meg a labdát, aztán most visszakapja Ballótól, majd pedig Majzer érkezett jókor a kapujából. Szoboszlai fejedi vissza Varró, Szoboszlai sarokkal tovább, Parall veszi le a magas labdát, aztán magasan teszi tovább, Balló lövését pedig Majzer hárította ismét. Szoboszlai átlépi a labdát, ezzel becsapva Kovács Attilát. Fésű. Balló üresen találta Molnárt, aki elrontotta a paszt. Fordulhat a Bombombolt. Fésű. Kovácsról vágódik le, és fordulhat a Turul. Kovács egyedül próbálkozik, Majzer jött ki jól. Tehát két perc alatt háromszor veszélyeztetett a Turulány, mint háromszor Majzernak kellett hárítani. Fésű fejeli haza. A Bombombolt nagy esélyt adott most a Turulánynak, és hát közvetve a C plusz V-nek is, hiszen cserejátékos nélkül álltak ki erre a találkozóra. Épp hogy megvan a csapat. Komáromi. Varrót próbálta játékba hozni. Nem értették meg egymást. Molnár. A másik Molnár, Molnár Csaba tette vissza a labdát Komárominak, aztán sarokkal nem tudta átvenni tökéletesen. Szoboszlai megszerédíti a játékszert, ten támadják, és két ember között tudja tovább passzolni. Komáromi. Molnár. Még megvan. Komáromi helyzetben. Kislépett közbe. Varró fordulhat messziről. Próbálkozott egy lövéssel. Az levágódott. Fésű. Komáromi. Molnár Csaba, Parall Bálint szerelte. Molnár bedobása, és Parall emeli ki. Fésű pedig hazafejeli a labdát. Majzer. Molnár. 9-es vonalról lövi el. Feketének kellett védenie. Az 5. percben járunk, 0-0 a mérkőzés állása. Szoboszlai szöglete vágódik le Kisről. Aztán a bedobás, Fésű fején a labda, Feketének kellett ismét tornásznia. A rövid sarok elől tolta ki
Molnár. Varró. Szoboszlai, két ember zár össze előtte, Balló hozza el. Molnár, Komáromiról vágódik vissza, majd Molnár ismételhetett, a kapu mellé lőtt. Majzer a labdával. Kirúgás a Szoboszlai találta meg, aztán Szoboszlai kioszt egy kötényt, ám ez mit sem ért, hiszen kis lefordult. Fésű, Molnár szerelte. Komáromi. Varró lábáról hagyta a labda a játékteret. Molnár, Kovács, Komáromi, Varró, Szoboszlai, Varró kapta Komáromitól, aztán Szoboszlainak hátra, Molnár, még elcsípte a vonal előtt. Szoboszlai. Varró majdnem elcsípte a labdát. Kovács szöktette kicsit hosszan magát, aztán mégis megtartotta. Varró fordul, mellélő. Parad. Balló. Jó volt a testcsel. Molnár. Elővi váratlanul. Majzer védett ismét. Balló is próbálkozik egy lövéssel, majd pedig ismét Majzer hárít. Egy szögletet harcolt ki ezzel a turullány. Molnár Tamás végzi el a szögletet, Barall mellé. Szoboszlai csúsztatja meg. Kovács. Jól tartotta meg a labdát, aztán eladta. Komáromi Varróval próbált összejátszani. Aztán Fésű szerel Molnár, őt pedig Balló szereli. Balló, rossz passz. Fésű. Komáromi. Varrónak hátra. Kovácsról vágódik ki. Szoboszlai bedobása a Molnár. Még mindig ott a lehetőség, Varró és Fekete kap bele a labdába. Marad a labda a bomboltnál. Komáromi bedobása, Parall fejéli vissza. Fésű. Varró veszi le a kirúgást. Aztán fordul a turullány. Parall mellé. Tizedik perc, 0-0. Varró. Fésű. Lövésre vállalkozott, ami veszélytelen volt a turullány kapujára. Parall. Varró csípte el. 3-2 ellen.
Molnár rosszul vette át a labdát, aztán jól tette középre, Varó pedig feketébe lőtte. Nagy helyzet volt. Karsai. Az utolsó pillanatban szerelt komáromi kis Róbert tört kapura. A szögletet ismét komáromi hatástalanítja. Parall. Parall még mindig. Karsai. Parall szerzi még meg. Megkerüli Molnárt, aztán Kovácssal vált, kiskapja. Jól tartja a labdát a turul. Karsai ellövi messziről, nem sokkal került el a kaput. Fésű. Molnár felé szállt a labda. Kismentett. Komáromi bedabása Molnár felé. A szögletet Molnár végezheti el, feketének kellett közbe avatkoznia. Bedobás a túloldalra, Varró fejeli középre, ám ott nem érkezett játékostárs. Így zavartalanul menthetett a turul védője. Komáromi. Szoboszlai Parall szerelte őt. Komáromi a labdával Karsait próbálta becsapni. Időlegesen sikerült. Kis, Parall, Karsai összjáték, Farkas kapja a bal szélen, húzogat a labdával, aztán megpróbál egy cselt, lecsorgott a lábáról. Molnár nem tudta két ember között tovább passzolni a labdát. Fésű bedobása, Varró lefordul védőjéről, és az oldalhálót találja törébe. Molnár. Molnár eljátszotta a nagy halált, akkor Szoboszlaival ütközött. Majzer kirúgása. Karsai fejeli vissza, aztán Molnárt fejelte le Fésű. Veszélytelen. Kis. Fésű előzte meg Molnárt, aztán Komáromi teszi tovább a labdát Varró felé. Fekete húzza le az ívelést. Kis. Parall. Komáromi fejeli vissza, Varró. Parall még megtartja. Karsaihoz passzol, aki Kisnek teszi tovább. Kis. Még mindig középre teszi. Majzert becsapta. Nem saját játékos társai is bedőltek. Parall. Kis. Parall felé. Molnár nem találta el jól a labdát.
ezért az a kapu mellé ráncorgott. Szoboszlai kislőtte fel a magasba. Játékvezetői feldobás lesz a dologból, hiszen plafont ért a labda. Farkas István sportszerűen adja vissza a labdát. Tehát a támadás joga újra a Bombom voltnál. Molnár oda emelte, ahol nem volt senki. Az leginkább az ő pozíciója volt. Igaz, Varróval szoktak váltani elől a két égposzton. Karsai kapja, nagy volt lő. Karsai szabadon kapta a labdát az első félidő 16. percében. Megnézte a sarkot, és ballal a bal alsó sarokba lőtte a labdát. Ezzel 1-0 tehát a Torullán javára. Varró. Paral csípte el még Szoboszlai előtt a labdát. Komáromi. Szoboszlai kapja, földre ül, szabálytalanság nem történt. Karsai, Kis, Komáromiért vissza jókor. Hazadást reklamáltak a Turul játékosai. Határeset, Komáromi, Karsai lép közbe. Tehát 17. percben járunk, Karsai góljával 1-0-ra vezet a Turullány. Varró, a Bombom volt játékosa, próbálkozott egy csellel, illetve egy lefordulással, ez nem sikerült. Paral, Kis, Paral kapja vissza, Majzer véd nagyot. Kis bedobása. Balló felé, Varró fejeli ki. Paral lövi el. Aztán Majzer az, aki megakadályozza a labda útját, és ott a nagy lehetőség. Farkas és Majzer másodszor is hárít. Nagy védelmi hiba előzte meg a helyzetet, hiszen Komáromi könnyelműen sarkazta hátra a labdát. Hát nem saját játékos társához került, hanem a Turul csatárához. Balló. Karsai, egy újabb nagy lövés, szinte ugyanonnan a gólt szerezte az imént. Most Majzer a helyén volt. Varró bedobása, Szoboszlai üresen, aztán kísér oda, és szereli is. Szoboszlai, Varró kapja, Karsai szerelte. A bedobás után ismét Kis lőtte ki a labdát. Varró bedobása, Molnár, és Karsairól hagyja a labda játékteret. Szögletre mentett. Molnár. Fésű. Kis, Karsai, Balló, jól tartja meg, ketten támadják, Varró és Fésű, el is veszik tőle a labdát, Fésű indulhat, 3-3 ellen, és Kisről vágódik vissza, Komáromi, Majzerhoz hátra, nem foghatja meg a labdát, hiszen hazaadás volt, így Majzer kilőtte azt. Huszadik perc, 1-0-ás Turullány vezetés. Paral. Komáromi.
fésű csúszott be, és balló lábát találta el a hatoson belül. Játékvezetők szabálytalanságot nem láttak, ám balló a földön marad, lehet, hogy sérülés történt. Balló kapta volna a labdát a hatoson belül, aztán fésőbe csúszva érkezett. És a labdával együtt lehet, hogy Balló bokáját is eltalálta. Balló Zsoltot le is kellett segíteni a pályáról. Lehet, hogy komoly a sérülés. A játék most folytatódhat ismét. Bedobással, amit Paral végez el most lábbal, hiszen ezt a kis pályán lehet. Varró Gyuláról hagyta a labda a játékteret az alapvonalnál. Így szögletet végezhet el a turul. Karsai fésű. Karsai ismét. Ketten vannak középen, illetve egyedül volt Farkas István, és ketten próbálták megoldani a helyzetet, ám Farkas nem találta el az üres kaput. Szoboszlai, Molnár, Fekete véd nagyot. Molnár bedobása, Szoboszlai fejes és fésű, a kapu fölé továbbít, szintén fejjel. Azért a Bomboltnak is vannak nagy lehetőségei, ám ezeket rendszerint kihagyja. Farkas, Kis, Majzer véd. Huszonharmadik perc, 1-0-ra vezet a turullány. Kovács. Farkas. Komárom mi szerelte? Kis állította meg. Szabálytalanul. Fésű. Varró. Ismét Kis lépett közbe. Varró bedobása, Molnár nem tudta levenni a labdát, elpattant tőle. Paral, Karsai, Molnár lépett közbe, aztán Paral még elcsípte a vonal előtt. Szoboszlai fejeli vissza. Ez kint van. Paral, Karsai, fésű szerzi meg a labdát, Varró középen várja a társakat, Komáromi érkezik, aztán középre lövi, nem fésű, fésőig nem ütött el a labda. Kovács hátra Kisnek, Paral kapja az üres területen, középre passzol, Majzer volt a gyorsabb. Karsai bedobása, Majzer könnyedén húzza le, Szoboszlai, Komáromi, Szoboszlai fejjel próbálta tovább csúsztatni, egy hajszálon múlt, Kis, szép volt a váltás, és ott a második gól. Az első félidő utolsó percében Kovács szerzi meg a turullány második gólját. Egy labdaszerzés után szép támadás, valamint egy pompás Kis sarkazás után Kovács lőtt a Bombombolt kapujába.
így 2-0-ra vezet. A türkisz kékmezes együttes. Szoboszlai, Karsai szerzi meg, és ketten startolhatnak. Kovács rosszul vette át a labdát, hosszan szöktette magát. Szoboszlai a labda, Komáromi, Varró, Komáromival játszik össze, még megtartja, ott a lehetőség, Szoboszlai 2-1. Ez már az első félidő hosszabbításának percei, a 26. percben tehát Szoboszlai szépít. És most van vége az első 25 percnek, tehát Bombom volt, Turullány 1-2. Kutyára indult a labda a második fél időben is, tehát Turullány 2-1-re vezet. Eddig a Csé plusz V-nek áll a mérkőzés, aki ugyanincs is a pályán. Szoboszlai. Kint volt a labda. Paral. Paral még a labdával. Karsai érkezik hátra segíteni neki. Paralt indítja a bal szélen. Nagy lövés, Majzerről vágódik ki. Kovács, Kis, Karsai, Paral, Szoboszlai buktatta Kist a Bombon tér felének közepén. Molnár végzi el a szabadrúgást. Eljutott a kapu, igen, Majzer helyén volt. Varró. Molnár csípheti még el, Fekete volt a gyorsabb. Fésű. Komáromi. Karsai lépett közbe a lövésbe. Majzer. Komáromi, két ember között Szoboszlai, aztán Fésűnél marad a labda. Molnár ért oda. Komáromi bedobása, Szoboszlai. Még megtartja a labdát a hatoson belül, aztán Parral szerelte őt. Fésű messze pattan tőle. Ebből indulhat a Turul. Kis. Molnár csinál egy cselt, és az üres kapu helyett a kapufára lövi a labdát. Ez a 27. perc történése volt. Komáromi. Majzer. Karsai fejelte vissza. Paral. Kis. Varró csípte el az átadást, a gyorsan elvégzett szabadrugással pedig Kovács keresztbe lőtte a kapu előtt, beadásnak számtalan érkezett társ középen. Komáromi, jó volt a csel. Molnár sarokkal próbálta tovább tenni az érkező Varrónak. Komáromi. Varró. Aztán a Turul kapusáé, Feketéé a labda. Molnár pörgeti tovább. Kovács, Majzer érkezik. Komáromi.
két embert cselez ki, aztán a harmadik és a negyedik mellett is elmegy, varró lövi, ismét az oldalhálóba. Nagy szórót mutatott be. Komáromi az imént. Kis. Szöglet. Második félidő, ötödik perc. 2-1-es turul vezetésnél. A turul végezhet el szögletet, és óriási helyzetben Kovács lőtt a kapu felé, fölé. Teljesen egyedül találta őt a labda. Farkas bedobása. Karal. Kis. Farkas. Molnár fésű. Komáromi. Fésű. Majzerik hátra. Komáromi. Szoboszlai. Karral támadta. Le is fújták a játékvezetők a szabálytalanságot. Fésű. Szoboszlai. Varró. Lefordul, feketéről jön ki. Komáromi próbálkozhat ismét. A kapu fölé lőtte. Második félidő, hatodik perce, még mindig 2-1-re vezet a turullány. Kis. Kovács. Karal. Molnár Tamás. Nagy bedobás, Varró csúsztatja meg. Molnár Tamás fejét is érte a labda. Így a bombombolt lendülhet támadásba. Majzer kidobása, Molnár fejeli vissza. Farkas. Fésű volt, szabálytalan. Kis végzi a szabadrúgást, Molnár. Varró gyötri. Molnár még Karal felé, aztán üresen Kis kapja a labdát, ismét egy sarkazás Farkas középre. Jó elgondolás volt. Nem kicsit a támadó mögé érkezett a labda. Vissza kellett érte nyúlni, és ez már elég volt ahhoz, hogy felszabadítsanak a bombon védői. Karal. Farkas. Kis előre, Karal kapja, és megszerzi a turulány harmadik gólját a második félidő 8. percében. Egy szép előreívelés után, amelyet Kis hajtott végre, Karal Bálint levette a labdát, majd pedig egyből a bal felső sarokba lőtte. 3-1 ezzel a turulány javára. Komáromi. Fésű. Varró. Komáromi. Kis. Majzernak hátra, aki Szoboszlait választja. Aztán Varró kapja Szoboszlaitól. Kis buktatta a hatos előterében.
kecsegtető helyzetből a bombombolt végezhet el szabadrúgást. Egy 8 méterre a Turulány kapujától. Szoboszlai nézi, hogy hova kellene lőni, legurítja a komáromi, messze pattant tőle a labda, és felszabadít a Turulány. Fésű. Molnár. Fésűtől kapott egyet az arcára. Farkas. Molnár mellett megy el, aztán belekeveredik a cselekbe. Ebből fordulhat a bombon. Komáromi. Kisodródik, nem is szerzi meg a labdát. Második félidő, 11. perce. Bombomból Turulány, 1-3. Fésű végezheti el a szabadrúgást. Varró. Varró bedobása, Fésű nem találta el a kaput. Varró jön hátra a labdáért. Paral szerelt. Fésű. Komáromi. Fésűvel vált jól, aztán szerelik. Paral Komáromival szemben. Kovács. Paral fejjel megszelidíti a labdát, aztán tovább teszi a bal oldalon felfutó Farkasnak, aki nem volt elég gyors a labdához képest. Komáromi. Molnár. Kis szerelte. Varró. Komáromi fölé. Molnár érkezett keményen Kovácsra. Nem tudta szerelni. Farkas. 4-1. Kovács húzott el a jobb oldalon, majd pedig középre passzolt keményen, laposan, és az érkező Farkas István a kapu bal sarkát, bal alsó sarkát választotta. Így ezzel már 4-1 a Turulány javára. A második félidő 13. percében. Molnár hagyott ki egy nagy helyzetet, Fekete ért vissza bravúrral. Komáromi elől szerzi meg Molnár Tamás, aztán őt pedig Molnár Csaba szerelte, a bombon játékosa. Még elcsípik a vonal előtt, Komáromi ér vissza jókor. Farkas. Fésű. Szoboszlai. Szabadrúgást ítélnek a bombon javára. Komáromi. Varró. Komáromi kapja vissza. Fésű. Szoboszlai. Járatják a labdát a bombon játékosai.
egészen mostanáig. Az ősszel 3-3-as döntetlent játszott a két csapat egymással. Annyi most már itt biztosan nem lesz. Fordulhat a turullány 4-2 ellen, Farkas, Komárom is sarkazza ki. Molnár. Elővi a felező vonalról, a kapu fölé száll a labda. 10 perc van még hátra a találkozóból. 4-1-re vezet a turullány. Szoboszlai 9-es vonalnál tartja a labdát. Ketten támadják. Bedobás jár a bombonnak. Fésű egyből lőtt a kapu mellé. Kis. Fésű. Farkas szerzi meg, aztán Molnár szereli. Molnár Csaba még mindig, aztán ellőtte a labdát, ez messze elkerülte a kaput. Paral. Paral kapja Molnártól, aztán Molnár Tamás kapja vissza, szép csel, Majzer is verve volt már. Nem, kapura tenni már nem tudta Molnár Csaba, az oldalháló ismét, amiközben szól. Karsai, Paral. Szoboszlai. Molnár veszi a labdát, Kis, Fésű csípi el, Varró, Komáromi Karsairól hagyja a labda a játékteret. Komáromi bedobása a Varró, teszi egyből tovább, aztán Szoboszlai esik el, nem történt szabálytalanság. Karsai, Molnár, Farkas engedi a labdát. Kis passzolta vissza Molnárnak, Karsai. Farkas. Nem tudta magát áthámozni Varró Gyulán. Komáromi fordulhat. Kis szerelte, szögletre mentett a 10-es számú játékos. Komáromi szöglete. Molnár lukat rúg, aztán még Szoboszlai próbálkozik, és Molnár másodszorra sem találja el tökéletesen a labdát. Karsai 3-2 ellen, Molnár, Paral a kapu mellé lőtt. Sakmat helyzet volt. Fésű. Molnár Csaba pörgeti tovább. Jobban lő. Ám az a kapura veszélytelen volt. Kis. Molnár. Majzer ért még bele a labdába. Így róla. Hagyta el a labda a pályát. Karsai szöglete a második félidő 19. percében. Szoboszlait szerelte Molnár. Farkas üresen Komáromért oda.
A bombombolt úgy érzem már beletörődött a vereségbe. Paral. Fésű, könnyelmű volt Paral. És szabálytalan is. Komárom mi végezheti a szabadrúgást. Szoboszlai nem tudott kapura fordulni. Korsai. Molnár. Farkas pörgette volna tovább, nem levágódott. Molnár Csaba. Fekete véd. Varró érkezik még a labdára. Nem sem ő, sem Molnár Tamás nem találják el azt. Kis. Fésű támadja és szereli is. Paral. Karsai. Karsai adja haza. Molnár. Farkas. Majzer jött ki keményen a kapujából. Annyira keményen, hogy szabálytalan is volt a megmozdulás. Gyaturul végezhet el szabadrúgást. Kis próbálkozott egy kapura lövéssel, ám az levágódott a sorfalt alkotó fésűről. Karsai. Alig több mint 4 perc van hátra a találkozóból. 4-1-re vezet a turul lány. Komáromi fejeli haza a labdát. Molnár. Messziről lövi el, Majzer véd. Aztán Molnár Tamást küldi le a játékvezető. Cserével ugyan, de elhagyta a játékteret. Farkas szöglete. Molnár Csaba fejeli ki. Szoboszlai. Varró passzolja haza. Majzer kirúgása. Fésű fejjel kapu mellé. Negyvennyolcadik perc. Bombom volt turul lány. 1-4. Kisről vágódott ki. Kirúgással Szoboszlai. Nem passzolt a labdát, csak most Varró középre, Kis szabadít fel. De a Kovács volt, elnézést. Karsai. Farkas. Érkeznek hátra a társak segíteni. Komáromi. Karsai szerelte fésűt, aztán egy kötényt oszt ki Komárominak. Karsai hasznosan játszik a találkozón. Még mindig ő Komáromi szerelte. Sokat bepecselt. Farkas. Ő is ugyanezt teszi. Molnár Csaba szerelte. Őt pedig Kis állította meg. Kovács indulott a labdával, az üresen volálkodó Farkas kapta a labdát. Majd pedig nem sikerül kijátszani a helyzetet a gólig. Farkas késett le Kovács passzáról. Szoboszlai. Varró bedobása.
Karsai fejlődik. A mérkőzés utolsó percébe léptünk. Itt tehát nyugodt szívvel azt lehet állítani, hogyha valami csoda nem történik, akkor most már a 2000-2001-es első osztályú városi kispályás bajnokságot a Csíplusz nyerte, hiszem a Turullány minden bizonnyal diadalmaskodik a bombombolt fölött, ami ezt azt jelenti, hogy a hátralévő mérkőzéseken már a Csíplusz gárdáját nem lehet befogni. Nem tudja befogni a bombombolt. És Majzervéd amúgy becsületből Karsai Parall. Szoboszlai. És most van vége a találkozónak. A Turullány tehát 4-1-re verte a bombombolt együttesét. A Turul oldalán Karsai, Kovács, Parall és Farkas voltak a gólszerzők, míg a bombombolt egyetlen találatát Szoboszlai szerezte. Ezzel a bombon bajnoki álmai meghiúsultak, így most már csak a dobogó második fokáért lehet nagy küzdelemben a Turullány együttesével szemben. Tehát még egyszer a végeredmény. Bombombolt, Turullány 1-4. Tehát a bombombolt elesett a bajnoki címtől, de lássuk, mi történt még a héten. A 26. forduló nyitó mérkőzését egy perces gyászszünet előzte meg. A Bádokos elődjének alapító tagjára, a napokban elhunyt Gulyás Károlyra emlékeztek. A Bádogos csupán 4+1-es csapattal tudott kiállni a Blue hétfő ellen. A kiesés ellen elkeseredetten küzdő hétfő ezt ki is használta, és már a 10. percben 3-0-ra vezetett. Ekkor az zöldmezesek mindössze 4 főre fogyatkoztak, így a mérkőzés félbe szakadt. A győzelemért járó 2 pontot a Blue hétfő kapta. A Fedél Kft. Gallon Kft. Összecsapás nagyiramú találkozót hozott. Az első félidőben mindkét oldalon sokszor forogtak veszélyben a kapuk. Egy labdaszerzés után a két teljes mezőnysorral felálló Fedél tett szert egy gólos előnyre. A találat után a sárgamezesek irányítottak, aminek meg is lett az eredménye. Először 2-re, majd miután a Gallon játéka szétesett, 3-ra növelték előnyüket. A Gallon Kft. Játékosai összpontosítottak és a félidő zárása előtt szépítettek. A második játék részben végig jobb játékot mutatott a Fedél Kft. És megérdemelten nyerte a találkozót 5-2-re. Szerencsére most mindenki el tudott jönni a mérkőzésre, és ez meg is látszott a játékunkon, hogy időben tudtunk cserélni. Aki elfáradt, az magától le tudott ülni, és megfelelő minőségű és mennyiségű cserénk volt a mai mérkőzés. Megint nem voltunk ki, sajnos kevesebben voltunk. Ugye bár az első 5 percben nekünk volt 2 helyzetünk, amit kihagytunk, kapusa szemben ők ugyanúgy berúgták. Így el is dőlt a meccs, nem is tudunk mit mondani erre. Gyengék voltunk. Megpróbálunk bennmaradni. A Fapados Öröző más tészta találkozó az első percek játéka alapján eseménydúsnak ígérkezett. Már a mérkőzés elején vezetéshez jutott a Fapados, ami megfogta a kieső más tésztát. A játék egyébként kiegyenlített volt, eleinte a Fapados birtokolta többet a labdát, majd a félidő felétől a sárgamezesek egyre több helyzetet dolgoztak ki, melyek közül egyet értékesíteni is tudtak. A játékosok nem örülhettek sokáig, mert gyorsan jött a válasz, és 2-1-es Fapados vezetésnél fordulhattak a csapatok. A második játék részben a más tészta sok helyzetet kihagyott, azonban a másik oldalon ezt gólokban büntette az ellenfél. A találkozó végén kitámadott a más tészta, a Fapados pedig kontratámadásba állította be a 6-3-as végeredményt. Ez a csapatunk átka. Minden meccsen ugyanezt mondjuk el, és minden meccsen megkapjuk a 2-3 gólos zakót sajnos. Nem vagyunk rosszabbak mezőnybe, de kidolgozzuk a helyzeteket is, és nekünk kifele jön a bufáról. A C+V MÁV gépészet találkozó rendkívüli jelentőséggel bírt, hiszen a C+V már ezen a mérkőzésen eldönthette, persze a riválisok eredményeitől függően, a bajnoki cím sorsát. Nos, a küzdelmes, kemény meccsen mindkét oldalon sok helyzet alakult ki, ám az első félidőben gól nem született. Fordulás után aztán megtört a jég és a bajnok aspiráns szerzett vezetést. A gól után a MÁV gépészet került meddő mezőny fölénybe. Helyzeteit nem tudta kihasználni az egyébként jól játszó fehérmezes együttes.
Az utolsó percekben a C+V eldöntötte a kiérezett mérkőzést, és a góllal 2-0-ra nyerte a találkozót. A C+V ekkor még csak izgulhatott a bajnoki címért. Ez egy ilyen tipikus egygólos meccs volt, amiből kettő lett, hál' Istennek. Hát végig nyílt volt a meccs, úgyhogy ők az életükért küzdöttek. Nekünk ez meg azért volt fontos, mert lehet, hogy ezzel megvan a bajnokság. Igen, most lehet szurkolni a következőt. Szurkolunk a Turulnak, hogy verje meg a bombont, és akkor utána már megvan. A jobb csapattal játszottunk, nem a C+V-t kell nekünk megverni. Hát még van 4 meccs, hát kieső helyen vagyunk, remélem, hogy nem fogunk tudni maradni. Nem tudom, úgy érzem, hogyha ilyen összeállítású csapattal játszottatok volna végig az egész bajnokságot, akkor nem ott lennétek, ahol most vagytok a tabellán. Ez biztos, igen, én is csak a fél időben jöttem ide, azzal a szándék, hogy esetleg bent tudunk maradni, hát nagyon remélem, hogy azért sikerülni fog. A Fevita Zöldkert 96 Kft. Kiesési rangadónak minősül. Remélem, hogy még tudunk kapaszkodni, még van egy kis esélyünk, hajtunk, küzdünk, remélem, hogy sikerül győzni ma. Nem lett könnyű ellenfél, azt elmondom. Ők is ugyanolyan cipőben vannak, mint mi, úgyhogy ők is biztos az utolsó percig hajtani fognak. Sajnos a múlt heti mérkőzésen, hogy a csapat nem tudott kiállni lényegében, a második félidő elején lefújt a játékvezető a mérkőzést. Így sajnos a bennmaradáshoz nagyon minimális esélyünk van. Hogyha a csoda történne, akkor az utolsó fordulóban a tavalyi bajnok Turult kellene megverni, akkor meg természetesen az elkövetkező mérkőzéseket hozni kellene. Hát most ebben a pillanatban megérkeztek a nagypályás játékosaink, talán esetleg valami kis esélyük van, hogy legalább egy pontszerzésre remélem. A mérkőzést a Fevita kezdte jobban, és már az első félidőben 4-szer köszönt be a Zöldker hálójába. A hűtőháziak megállíthatatlannak bizonyultak, és sorra alakították ki helyzeteiket, amelyeket értékesítettek is. Azonban a védekezéssel a keleténél kevesebbet foglalkoztak, és ennek köszönhetően a Zöldker is egy győzelemre való gólt rámolt be a Fevita hálójába. A találkozót végül a Fevita nyerte 10-5-re. Nézzük tehát a 26. forduló eredményeit. Blue-hétfő Bádogos 3-0, Fedél Kft. Gallon Kft. 5-2, Fapadosöröző Mástészta 6-3, C+V Máv Gépészet 2-0, Bombombolt Turullány 1-4, Fevita Zöldker 96 Kft. 10-5. A bajnokság a következőképpen alakult, tehát a C+V már megnyerte a bajnokságot, 42 pontot gyűjtött össze, igaz, még egy mérkőzése hátra van. Második a Turullány 37 ponttal, harmadik a Bombombolt 36 ponttal, egy mérkőzéssel játszott kevesebbet, mint az előtte álló csapatok. Negyedik a Fapados, ötödik a Klubfeca, hatodik a Fedél Kft., hetedik a Bádogos, nyolcadik a Blue Hétfő, kilencedik a Gallon Kft., 10. a Sünés Barátai, 11. a Zöldker 96 Kft. 15 ponttal, 12. a Fevita 14 ponttal, 13. a Máv Gépészet 13-mal, és 14. a Mástészta 11 ponttal. Igaz, a bajnokságnak papíron vége, azonban még sok elhalasztott és elmaradt mérkőzést játszanak majd a következő hetekben. Így a kispálya a jövő szombaton ismét jelentkezik. Tartsanak velünk akkor is. Már a munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra.